Sziasztok, 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 koncerto, halkíts már ezt a zenét, mert szeretnénk bemutatni ezt az autót. Köszi szépen. Sziasztok, Feri, Peti kollégám is itt van. Mindenkit köszöntök, tartsatok velünk. Egy Opel Merivát fogunk megnézni, és nem abból az átlagos verzióból, hanem egy igen komoly moci van benne. Ritkaság, 1.8-as benzines motor van a járgányunkban, és egy Easytronic váltó tartozik ehhez a teljesítményhez, ez 125 lóerős teljesítményhez. Nagyon jól lehet vele autókázni, hiszen akár tudjuk ezt kézzel, ebben a plusz-minusz fokozatokat itt előre vagy hátra húzva lehet váltogatni, ezt a műszerfalon kiírja, vagy pedig egy ilyen automata verzióba áttesszük, és akkor szépen teszi a dolgát. Ugye a hátra menetbe pedig egy ilyen hátra húzással, már is látod, hogy egy R betű megjelenik ott, és ugye rükvercet jelez ő. Na, visszaveszik a sebességet. Így, és akkor megnézzük az autót, mert mit nézünk egyáltalán itt ezen a szerkezeten? Hát ugye nézzük meg, hogy 2008-as jármű, friss műszakival kínáljuk a szerkezetet. Feri és Peti kollégámnak köszönhetően pedig már is fellapozhattuk itt az autónak a végigvezetett szervizkönyvét. Még az előző lapon is van bejegyzés. Viszont ez a legfontosabb, azt gondolom 2018, 8. hóban, ugye 122 ezernél kapott egy szervizet az autón. Látszik, hogy foglalkoztak vele, tehát tényleg egy rendben tartott kocsi, mert hogy ugye összességében 124 ezer kilométer van a járműben, mindenféle hiba mentesen teszi a dolgát, és szépen veszi a fordulatot, és nagyon-nagyon csendesen jár a moci benne, ezt majd meghallgatjuk onnan a motortérből is. Kettő eredeti gyári kulcsunk van hozzá, ez ilyen távirányítós Opel kulcs, amit meg is mutatok nektek, tehát úgy indul, hogy elforgatjuk a kulcsot, ugye, van itt ABS menet stabilizátor, látjátok jobb oldalon, el is aludt, ugye, és az összes olyan lámpa, aminek nem kell, hogy világítson, az ugye el is alszik, hát az nem alszik el magától, ahhoz zsebbe kell nyúlni, mert villog ugye az üzemanyag, hogy jó lenne, hogyha tankolnánk. Na, és akkor van itt egy jó kis bőrkormány előttem, ami teljesen kopásmentes, zenevezérlő billentyűkkel, lehet nyomogatni őket, és csatornákat, meg hangerőt, meg mindenféle dolgokat lehet állítgatni. És ha már lehet állítgatni, akkor állítható ugye a kormányoszlop, ezzel a kallantyúnak az elhúzásával, lefelé eltoljuk, és már is ugye lehet rángatni a kormányt, ugye, és beállítani a saját kis jó kis pozíciónkba. Az ülés magasság is állítható, két pohártartó van ott, és könyöktámasz, ez a könyöktámasz is többféle módon ugye állítgatható, mindig így szépen húzzuk föl, és abban a pozícióban megállítjuk, hogy fölhajtjuk. A kesztyűtartónk az hűthető, légzsákból találunk itt előlégzsákot, oldallégzsákot, négy darab elektromos ablakot, ami ugye működik benne. Nagyon jó kis Pepita alumínium díszítés van, ott elől is körbe szaladnak ezek a díszítő elemek. Hátra már nem jutott nekik, viszont ablakot ugye kapunk hátulra is. Jó kis sötétített üveggel van ellátva, és egy rendkívül tiszta kis kocsit láttok. Ugye elől is úgy nézett ki, meg itt is ugye az üléseit le lehet hajtogatni néhány mozdulattal, amit megpróbálok megint csak megoldani, mert ugye ez megint csak háromkezűek előnyben. Megpróbálom lehajtani, leteszem, jó? Így. Egy. Ezt többféle verzióban lehet használni, tehát lehet egyszer így lehajtani eddig, és utána pedig lábbal is meg tudom oldani, meghúzzuk ezt a kart még, és akkor egészen lemegy vízszintesig az ülés, és így lehet vele aztán pakolászni, és visszatesszük a helyére azért. Még egy lábsegítség is kell, puty, már is a helyén van. Az ülés előtti lábtér szerintem bőséges, magasabb emberek is nyugodtan be tudnak ülni, mert hogy ugye ez kicsit magasabb építésű autó, és ugye kívülről látjátok, egy fekete autót nézegetünk, gyári alufelnékkel. Ezek Opel alufelnék, és szerintem nagyon jó gumik vannak rajta. Talán még azt meg tudnám, de kinyitottam a motorháztatot, hogy jól van, oké, tehát nem kell visszajönnöm még egyszer. A hátuljába is nézünk bele. Itt vannak a rekeszecskék, és abban a kötelező tartozékok mind-mind benne hagyta a gazdája. Köszönjük szépen neki.
mindkét oldalát megmutatom a járgánynak, tehát teljesen rendben van, nincs összetörve, nincs összekarmolva. A lámpái tiszták, a kötfényszóró tökéletes épp állapotban van a helyén, és hallgassuk meg akkor ezt a nagyon kis csendes motort. Tényleg rendkívül csendesen dolgozik, és vezérlészt is cseréltek már rajta, a szervizkönyvben meg kell nézegetni, hogy pontos dátumot mikor. Szemüveg nélkül nem tudom elvasni azt a zöld filctollat. És itt a szerviz szakinak a matricája, ugye 122-nél 2018 8. hóban volt neki egy szervize. Nem szokott megijedni, ha rájöpünk a gázra, nagyon szépen elindul, szó szerint meglódul a szerkezet, hiszen 125 lóerővel egy ilyen karosszéria az nagyon-nagyon jó élményé válik. Tehát várunk benneteket az M3 autóparkban, ahol egy ilyen Opel Meriva vár rátok, nagyon jó kis automata váltóval és 1.8-as 125 lovas motorra. Köszönöm szépen, hogy velük jongoltatok, nyomjatok a végére egy ilyen jelet, nagyon köszönöm szépen, és iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, a viszontlátásra.